5 nap alatt születtek remek művek fiatal alkotók kezei alatt a budaörsi Zichy Major műteremben. A gyerekek képzett művészek segítségével tanulhatták meg az olajfestés alapjait. Komoly műhely munka folyik a budaörsi Zichy Major műtermében. A nyári festőtáborra minden évben 25-30 gyermek jelentkezik. A budaörsi önkormányzat évek óta támogatja ezt a művésztábort. A Budaörsi Művész Egyesület szervezésében tartjuk a táborainkat. Ez az egyesület megalakulása csak nem 10 év óta szervez ilyen táborokat, és minden művész a maga szakterületének megfelelően látja a feladatát. Mi olajfestészettel foglalkozunk már nagyon sok éve, és úgy történik maga az alkotás folyamata, meg az oktatás folyamata, hogy másolással tanítjuk a gyerekeket festeni, mert ez az alapja mindennek. A munkafolyamat az úgy zajlik, hogy az első napon, hétfői napon én elmondom a festészetnek, az olajfestészetnek az elméleti tudnivalóit. Egyébként ezt a munkát nagyban megkönnyíti, hogyha látják a falakon, ott vannak azok az ismertető táblák, és ezekről ezt a gyerekek később is visszatérhetnek rá, elolvassák, és akkor így bevésődik a tudás maga, az elméleti tudás. Utána pedig tartok egy rövid kis gyakorlati bemutatót, hogy egyáltalán hogyan kell használni az ecsetet, mi a festőszer festék használatának a helyes aránya. Utána pedig, ahogy az asztalokon is láthatják majd, nagyon sok festménynyomatot helyezünk ki, és azok közül a gyermekek választhatnak egy nekik tetszőt, és ennek alapján onnantól kezdve már egyénileg foglalkozunk a gyermekekkel. Hat vagy hét éve találtuk meg a honlapon ezt a tábor, mert előtte sok táboron voltam itt a BUM-nál, és próbálgattunk, és ennél úgy megmaradtam. Mert a hangulat is nagyon jó, és emellett komoly műhelymunka is van, és ez úgy, a kettő, ez nekem nagyon tetszett így együtt. Miket szoktál alkotni, milyen témában választasz képeket? Hát főként tájképeket festettem, de nemrég elkezdtem ilyen házakat, városképeket, és ez nagyon tetszik most. Most milyen munkával lettél készen? Egy velencei kép, és tavaly festettem először Velencéről, és nagyon megtetszett, ezért választottam idén ezt. Milyen munkád lesz a következő, tudod már? Egy régi képemet szeretném újra festeni, de hogyha addig találok valami jobbat, akkor azt fogom festeni. A mindössze csak 5 napos tábor ideje alatt rengeteg festmény készül párhuzamosan. Amíg az egyik a napon szárad, addig a másikat folytathatják a diákok. Mivel az olajfestészetnek a klasszikus formáját tanítjuk, tehát amikor meg kell várni azt, hogy megszáradjon az előző réteg, tényleg nagyon kevés, pláne akkor, hogyha rossz az idő, tehát nagyon nedves, párás az időjárás, akkor nehezebben száradnak a képek. Most nagyon nagy szerencsénk van, hogy ilyen jó idő van, és gyorsabban szárad, de meg lehet csinálni így is, egy hét alatt a gyerekek átlagban 2-3 festményt elkészítenek. Tehát azért nem olyan kevés ez. Arra is gondolni kell, hogy reggel 8 órától délután 4 óráig tartjuk a táborainkat, úgyhogy azért 8 óra alatt azért elég sokat lehet dolgozni. Emellett persze van játék is, meg egy kis mozgás, azt is biztosítanunk kell, hiszen gyerekekről van szó, és nem lehet az, hogy 8 órán keresztül itt üljenek az állvány előtt. Az alkotások között szervezett, nagy mozgásos játékokban vehetnek részt a gyerekek. A közös labdajátékok és a vidám pillanatok összekovácsolják a táborozókat. Nagyon sok barátom van itt, sokakat ismerek, mert ugye egy csomó budaörsi van, de szereztem új barátokat is, mert a múlt héten jött Sopronból egy lány, vele is már évek óta barátok vagyunk. Ugye az olajfestés az azért jó, mert hogyha elrontod, akkor sincs semmi baj, mert akárhogyan kijavíthatod. És én azért nem szeretem annyira a többit, mert hogyha elrontod, akkor vagy újat kezdesz, vagy úgy marad, és nem tudom, ez úgy nem szép. Elsőre tájképeket festek, aztán tavaly festettem egy csomó állatot, most meg inkább tájképeket megint. Mit csinálsz a megfestett képekkel? Hát hazaviszem és kiállítom a könyvespolcomra. Hány kép van már ott? Legalább 7. Mit fogsz most festeni, és mit szeretnél még megfesteni a mostani táborban?
Hát én múlt héten is voltam, ez az utolsó napom, szóval most befejezem a tulipánomat, meg van egy ilyen házas képem. Arra törekszünk már évek óta, és ez változatlan, és ehhez ragaszkodunk is, hogy a legjobb minőségű anyagokkal, eszközökkel dolgozzunk, tehát a legjobb minőségű magyar pannonkoló olajfestékekkel, illetve művészecsetekkel. Mindenkinek külön festőállványt biztosítunk, tehát törekszünk a magas színvonalra. Szép színes kép van itt az asztalon. Miért a tulipánt választottad? Mert hát én szeretem nagyon a tulipánokat, az az egyik kedvenc virágom, és hát én úgy érzem, hogy nekem igazán a csendélet festés tetszik a legjobban. Most éppen mit csinálsz? Most jelenleg egy tulipán csendéletet festek, vagyis rajzolok fel. Az mit jelent? Mit kell itt nézni? Meg itt látok kereteket. Hát az, hogy először is vonalzóval kimérjük, és egyenlő kockákra osztjuk fel az képet, amiről lemásolom, és a táblán is, és aztán berajzoljuk arányosan a képről a táblára. Utána milyen folyamat következik? Utána hát kiradírozom a vonalakat, hogy azok ne látszódjanak a festményben a keretek, mert akkor ugye furcsa lesz a kép, hogyha ilyen kereteket találunk benne. Kinek készíted ezt a képet? Hát ezt anyukámnak csinálom. Miért jó ez a tábor? Miért tetszik? Miért ezt választottad? Azért, mert nagyon sok barátom jön ide, szeretek festeni, szeretek rajzolni, és hát a festés az nekem kikapcsolódás igazán. Minden gyereknek az alapvető kifejezési formája a rajzolás, csak aztán később ez valamiért elsikkad, vagy negatív élmények érik az iskolában, vagy ami nekem a veszőparipám, hogy az iskolákban nem az akvarellt kellene oktatni, hanem sokkal inkább az akrilt vagy az olajfestészetet, mert az akvarell a legnehezebb technika, azt nem lehet javítani. Itt az olajfestészetben nagyon sok lehetőség adódik a javítással, tehát vagy letörjük, hogy valamit elrontottunk, vagy lebenzinezzük, vagy átfestjük, tehát számos mód adódik a javítása, és éppen ezért nagyon sok sikerélményt is ad a gyermekeknek. A táborba Ausztráliából, Franciaországból, Németországból és még Virginiából is érkeztek gyerekek. Mi Amerikában lakunk, de van egy csomó család itt Magyarországon és Németországon is, azért nyáron itt vagyunk. És mit festettél? Egy csomó mindent, egy rózsát, a tengerpartot, egy cicát, most dolgozok egy kutyán és egy gombát. Amerikában hogy van a képzőművészet, vagy a festészet tanítása? A sulikban tanítják, de Amerikában nem voltam ilyen táborban, ahol festünk és minden. Szóval tanítják, csak nem ilyen jól. És azt hiszem, hogy itt jobb, mert tanulsz valamit, és sokkal szebb lesznek a képeid, és minden. Akkor ezt majd hazaviszed, és akkor eldicsekedsz vele, hogy mit festettél? Igen. A
én magam is, meg a szülők is, meg szerintem maguk a gyerekek is elámulnak, hogy mi mindenre képesek, és milyen varázslatos, csodálatos dolgok születnek itt. Én nagyon elégedett vagyok. Hát eleve már akik idejönnek a táborba, már van egyfajta érdeklődés. Tehát akik idejönnek, szeretnek rajzolni, szeretnek festeni, tehát bennük van ez a nyitottság, meg ez az érdeklődés, és hát önök is láthatták, hogy milyen, tényleg milyen csodálatos alkotások születtek. Úgyhogy rendkívül elégedett vagyok. 4 heti olajfestészeti tábort tartunk, ez a második hét. Tehát július 15-től és július 22-től lesz még ilyen olajfestészeti tábor, és kézműves faragó tábor pedig július 29-től és augusztus 5-től ugyanitt, a Zichy Majorban.